Sziasztok! Sziasztok! Ma egy olyan videóval készültünk nektek, amivel az igazi hétköznapjainkat fogjuk megmutatni, tehát mi történik akkor, amikor dolgozunk. Igen, már volt több videónk arról, hogy miket csinálunk, mit tudom én, hétvégén miket csinálunk Misivel, voltak vlogjaink, elmentünk ide, elmentünk oda, de olyan videó még nem volt, ami tényleg egy igazi hétköznapunkat bemutatta volna, úgyhogy most egy ilyen videót találtunk ki nektek, fogadjátok szeretettel! Jó reggelt, én most keltem fel, úgyhogy kicsit még kómás vagyok, de nem sokára kezdjük a reggelit, kezdjük a napunkat, és ha Misike ébred, akkor hozzuk őt is ki. Magunknak mostanában egy ilyen túrógombócszerű, zappelyhes, túrós, joghurtos, tejszínes, vaníliás, ilyen gombócszerűt szoktam készíteni, ami igazából nem is gombóc, hanem csak így szétfolyik így a tányéron. Na hát most múlt 12 nemrég, egy 10 perccel, most fejeztem be a délelőtti turnusomat, gyorsan eszem egy kis ebédet, azt hiszem, még van egy kis készülődni való, órákra fogok készülni, és a délután 1-től egészen estig folyamatosan, ma ez pont egy ilyen nap egyébként, hogy be vagyok telve, általában szokott lenni egy ilyen 1-2 óra üres járatom, olyankor el szoktam menni vagy konditerembe, vagy megcsinálom még az ilyen maradék, nem tudom, ilyen irodai munkákat, amiket meg kell csinálnom. Ja, és meg itt van a reggeli kávém, amit nem sikerült befejezni reggel, mert el kellett húznom gyorsan ugye készülődni, úgyhogy ezt most majd így ebéd utánra áttoltuk, ezt majd ebéd után befejezzük. És szerintem nem sokára egy ilyen 3-4 óra múlva, fél óra múlva Bogi is érkezik, ő is gyorsan ebédel egy ilyen fél órát, és utána kezdi a délutáni óráit. Megvan a kajám, itt van. Minden este egyébként főzünk otthon Bogival magunknak vacsorát, vagy van, amikor reggelente főzzük meg, még indulás előtt, és minden alkalommal, amikor elindulunk, elfelejtünk berakni rendes evőeszközt, úgyhogy itt van egy darab kanál bent a munkahelyünkön, és mindent ezzel az egy darab kanál eszünk, de hogyha ez sincs, mert véletlenül hazavisszük, akkor kis kanállal szoktunk ebédet enni. Ez elég kellemetlen egyébként, amúgy tarthatnánk itt pálcikát meg mindent, de egész egyszerűen mindig elfelejtjük. Úgyhogy most miután befejeztem az ebédet ezzel a kanállal, utána gyorsan megyek, elmosom, és utána Bogi is ezzel fog jönni, ezzel az egy szent kanállal, ez a szent grálunk, úgyhogy nagyon vigyázni kell, nagyon szeretjük. Kis meglepetés, Viktor csak egy kanalat rakott be, úgyhogy én ezzel a kis kanállal fogok enni. Na, akkor kezdjük az ebédet, jó étvágyat!
Hát és így körülbelül 20 perccel később sajnos Bogi el is szelelt, ennyi volt neki most így az ebéd. Én pedig lassan folytatom itt a teendőimet. Van. Most végeztem a munkával, Misit is felszedtem, és indulunk haza, ugye Misi? Papa! Mondjad papa! Misi papa! Ügyes! És általában így szoktak véget érni a séták, hogy Misike felkéreckedik jó messze otthonról, és hozhatom haza őt. Ugye, baba? Itthon vagyunk, kb. Egy ilyen fél órát sétálhattunk, és most beraktam Misi vacsoráját melegedni, úgyhogy amíg melegedik, gondoltam, hogy kicsit körbemutatom a nappalit, hát nem olyan karácsonyi, mert nincs olyan sok karácsonyi tudszunk még, de hát igyekeztem picit feltíszíteni a lakást. Na, sziasztok! Most végeztem, és már zárok be, úgyhogy, hát amit látjátok, eléggé késő van már. Zárok be mindent, és láncokat, meg az egész épületet. Én vagyok természetesen az utolsó, aki eljön innen a munkahelyről. Azt hiszem már ilyen este 9 óra van, úgyhogy itt az ideje, hogy hazatiplizzek. Ja, elfelejtettem, hogy előtte még be kell ugranom a közért bevásárolni holnapra reggelit, úgyhogy először is irány a közért. Na, itt vagyok már közérbe, nem sokára itt is végzek szerintem. Vettem magunknak egy kis bevásárlókocskát, azzal tolom itt az ipart. Hát nem sok ember van egyrészt, másrészt pedig már egy kicsit le vannak pusztítva így a dolgok. De ez nem baj, mert én amúgy ilyen készkáját nem is akartam volna menni. Szerintem holnap csak fogok venni, nem tudom, egy kis túrót, meg joghurtot, meg ilyesmit. Misikének nézek valami péksütit, meg lesz neki gyümölcske. Úgyhogy ennyi.
Nagyon szeretek egyébként így esténként hazajönni, mert mindig vár a szép kis karácsonyfánk, kis karácsonyi kivilágítás, amit Bogi csinál mindig így telente. Itt van egy jó kis kanapénk, ezen szépen így el tudok kicsit lazulni, pihenni. Hát Misikinek kicsit szét vannak a játékai, de azt majd rendbe rakom. Le tudok ülni egy picikét tévézni, amíg Misi altatja a Bogit, vagy akár együtt, hogyha majd kijön később. És hát megpróbálok rendet rakni, amennyire lehetséges. Van egy pár ruhám szétdobálva, amiben most hazajöttem, azt még ki kell raknom, hogy Bogi mérges legyen miatta. Misikét leraktam most, már elaludt, és Viktor közben hazajött, úgyhogy eljött a mi időnk, így este 10-kor. Party! Ja, úgyhogy fülnek a kaják, szerintem még azt meg kell várnunk nyilván, amíg megfülnek, utána lekapcsoljuk a dolgokat, addig egy kicsit tévézünk, meg mit tudom én, lazulgatunk, légkondi fölöttünk itt meg van őrülve teljesen. Mit nézünk? Harry Pottert. Jaj, tényleg, még a második résznél tartunk. Igen, most. Megvettük az ilyen 7 részes, speciális... Igen, ilyen kiadást, ilyen doboz. Nem, mert így szedben digitálisan megvett, vettük igen. Meg, nem DVD-n vagy ilyesmi. Úgyhogy most azt nézzük. Igen, igazából. Az egyik ilyen karácsonyi ajándékunk. Igen. Úgyhogy, ja, hát ennyi volt, ilyen volt ez a mai napunk, nem mindegyik nap ilyen, ilyen hosszú, de körülbelül azért ez azt hiszem egy általános dolog. Általában haza szoktam azért érni, mielőtt Bogi lerakja Misit, most sajnos ez szerdánként így nem jön össze, de a jövő évtől remélhetőleg, hogy ez változik, úgyhogy kicsit így több szabad időm lesz nekem, és meg több időm lesz itthon a gyerkőccel, meg ezzel a másik gyerkőccel. Úgyhogy ennyi, sziasztok! Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok ezen a átlagos hétköznapi videón. És kíváncsian várjuk, hogy nektek milyen így a hétköznapotok hasonlóan mi hétköznapjainkhoz, vagy esetleg valamiben más. És köszönjük, hogy végignéztétek még egyszer. Sziasztok! Találkozunk legközelebb!